Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Az előző részből már megismerhetétek Juliana köpke történetét, aki túlélt egy repülőgép szerencsétlenséget, több ezer métert zuhant, és 11 napot is túlélt az Amazonas elteiben. Ha érdekel a történet, és még nem láttad, akkor a linket megtaláljátok a leírásban. És ma ismerjük meg Vesna Vulovics történetét. A nő túlélte a valaha volt legnagyobb esést egy nélkül. Persze az esés nem önszántából történt. 1972. január 26-án Vesna Bulovics légiutas kísérő volt a Jugoszláv Airlines 367-es járatán. A svédországi Stockholm és a szerbiai Belgrád közötti repülési útvonal Csehszlovákia a mai Cseh köztársaság fölé vitte a gépet, és ott a gép három darabra robbant fel. A robbanás és a baleset következtében a fedélzeten tartózkodók közül mindenki meghalt. Mindenki, kivéve Vesznát, aki túlélt egy 10.160 méteres zuhanást. Zárójelben hozzáteszem, hogy a Monteverest 8.849 méteres. 50 év elteltével is ez a valaha volt legnagyobb ejtőernyő nélküli zuhanása. A 367-es gép járatának két menetrend szerinti leszállása volt Stockholm és Belgrád között. Az első megálló Kopenhágában volt, Dániában, ahol a másodlagos légiutas kísérők, köztük Veszna, felszállt a gépre. Viszont a horvátországi Zágrába a második megállóhelyig már nem értek el. A sors úgy hozta, hogy Veszna valójában nem a 367-es járaton dolgozott, ahogy azt a Greenlight-nak adott 2002-es interjújában elárulta. A légitársaság azonban összetévesztette egy másik, azonos keresztnevű stewardess így a gép a 23 éves Veszna Volovicsal indult el Dániából. A felszállás után, 46 perccel délután, 4 óra 1 perckor a csomagtérben történt robbanás, három részre szakította a McDonnell Douglas DC-9 típusú repülőgépet. Mivel a gép három darabra tört, ezért az utastér nyomásmentessé vált. Az utasok és a személyzet is a fagyos hőmérséklet miatt halára fagytak. Veszna csodálatos életben maradását annak tulajdonították, hogy egy élelmiszerrel látó kocsi bezorította a törzs végébe. A törzs elvált a gép többi részétől, és a föld felé zuhant egy erősen erdős területen, egy cseszlovák falu közelében. Kedvező szögben csapódott le a vastakóban, ami nagy valószínűséggel megmentette Veszná életét. Ezen kívül Veszná orvosai megállapították, hogy alacsony vérnyomása miatt Veszná gyorsan elájult, amikor a kabinban nyomás alá került, ami megakadályozta, hogy a szíve szétrepedjen az ütközéskor. Vesznát sikoltozva találta meg a roncsok belsejében Bruno Honke, egy helyi falusi és egykori második világháborús orvos, aki a mentők kiérkezés előtt létfontosságú elsősegélynyújtást tudott nyújtani. Bár Veszna túlélte, rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, és a következő napokat komában töltötte. Koponyatörést, két lábtörést, három csigolyatörést, medencetörést, több bordát és a derék alatti átmeneti bénulást szenvedett. Elképesztő módon Veszna tíz hónap után ismét járni tudott, igaz, gerinc miatt tartósan bicegve. Nem emlékezett sem a balesetre, sem a következő hónapokra. Hazájában, Jugoszláviában Veszna Vulovics nemzeti ikonná vált, akit Jugoszlávia akkori elnöke Tito is megtisztelt. Még egy dalt is írtak Vesznáról, Veszna a Stewardess címmel, a dalt egy szerb néddalénekes írta. 1985-ben a Guinness rekordok hírességek csarnokának ceremóniájának részeként Paul McCartney oklevelet és érmet adott át Vesznának, az elpernyő nélküli túlélt legmagasabb esésért. Veszna különösen oda volt a Beatlesért, így ez számára egy igazán különleges pillanat volt. És hogy mi okozta a robbanást? A csehszlovák polgári légiközlekedési hatóság szerint a robbanást a repülőgép csomagterében elhelyezett, aktaktáska bomba okozta. Ugyanazon a napon, amikor a 367-es járat tragédiája történt, egy bécsi és Zagráf közötti vonaton újabb bombát élesítettek, és hat ember megsérült. Az eseményeket követő napon a svéd újság újságtelefonhívást kapott, és egy önmagát horvát nacionalistának nevező vállalta a 367-es járat felrobbantását. Bár soha nem történt letartóztatás, a jugoszláv hatóságok azt gyanították, hogy mindkét robbantás mögött egy horvát terrorcsoport áll. A 367-es járat felrobbanásának és az azt követő lezuhanásnak az okát az évek során számos összeesküvés elméletnek vetették alá, amelyek közül a legnépszerűbbek azt csugalták, hogy a gépet tévedésből csehszlovák légvédelmi rakéták lőtték le, jóval alacsonyabban, 800 méteres magasságban. Ezt az állítást azonban megcáfolták a repülőgép fekete dobozával nyert repülési adatok, amelyek pontos adatokat szolgáltattak a gép magasságáról, gyorsulásáról, irányáról és sebességéről a robbanás idején. Mindkét dobozt Jugoszlávia, Csehszlovákia és Hollandia szakértői elemezték, akik megerősítették, hogy a gép valóban lezuhant a megadott 10.160 méteres magasságból. Miután felépült sérüléseiből, Veszna továbbra is a repülőtársaságnál maradt, viszont már asztali beosztásban. Bár mindig szerettük látni, a rekordok megdöntését, ez kivétel, és reméljük, hogy soha többé senki nem éli át a Vesznához hasonló esést. Remélem ezt a videót is élveztétek, és tetszett. Ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. Remélem a következő videóban is velem tartotok. Addig is, sziasztok!